Na sziasztok, eljött egy újabb hétfő, napsütéses, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ti kérdeztek, én válaszolok, viszont most nem én fogom felolvasni a kérdéseket, hanem a unokahúgom, Lili, gyere elő. Na, kezdjük is az elsővel, amit Dödöm írt. Na, olvasd. De ez miért van? Nem vagy te kutya, hogy ennyire mozogjon a bőröd. Ja, fújtad közben kifelé a levegőt. Na, ez egyébként a slow motion és lassított felvételes videóhoz írt ez a kérdés. Nem fújtam kifelé a levegőt, hanem nem tudom, ilyen rugalmas a pofizacsim, meg van rajta egy kis plusz zsírfölösleg is. Látjátok, így mozog. Szóval, hát ja. Következő. Dani Garami kérdezi, illetve írta, megkérdezés. Szia, Szabi! Ma bejött a sulinkba Löricz Gábor. Mond neked valamit ez a név. Mesélt rólad, és elmondta a jól kitervelt Balaton csoki lopás történetet. Emlékszel már rá? Még. Emlékszel még rá? Nagyon viccesen adta elő. Az az újirat, az utóirat. Oké. Mielőbb jobbulás. Ezt azért írtam, mert tudod, mikor fájt a vállam, aztán raktam fel egy videót, hogy most azért nem nagyon aktívoskodok. Egyébként igen, ismerem Gábor barátomat, mondjuk most valahogy nem jut eszembe ez a Balaton csoki lopásos dolog, de szerintem ez ilyen ugratásszerű akart lenni. Nagyon csipázom a srácot, egy eléggé jókedélyű valaki csoda. Egy suliba jártunk, mondjuk jó pár év van köztünk, de az engem annyira nem vetett vissza, hogy tartsam vele a kapcsolatot. Jó, hogy ő sulikba jár előadni, jó, hogy átadja azt a pozitív kisugárzást nektek, meg úgy mindenkinek. Úgyhogy örülök neki. És jött az utolsó kérdés online debitől. Nagyon tuti szerkezett egy skandert meccset. Skander meccset. És ez kérdés. Meccse. Na, ez meg a kezemre jött ez a kérdés, illetve reakció. Hát Skander meccs az nem hiszem, hogy lesz, mert annyit nem bír ez a szerkezet, de majd készfogás az inkább. Úgyhogy... Mi? Mit a kezemtől? Miért félsz? Na jó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek az újabb videót. Ha van kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan. Lilinek köszönöm, hogy itt volt és felolvasta. Egyébként másodikos, úgyhogy... Elsős vagyok! Nem, mert másodikos. Gyakorolnia kell még az olvasást, nekem is egyébként. Jó dolog az. És a gyakorlás nem az jelenti, hogy szarul olvas az ember, hanem hogy jó olvasni. Na jó, akkor legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!